A COPD egy a tüdőben lévő légutak tartós beszűkülésével járó betegség, világszerte pedig az egyik fő halálozási tényezőnek számít. Bár ez a kor visszafordíthatatlan károsodásokat okozhat, a kialakulása azonban odafigyeléssel, egészséges életmóddal, valamint a dohányzás elkerülésével megelőzhető. A levegőben megtalálható káros anyagok, így az autók és gyárak által kibocsátott gázok ártalmasak az egészségre. A COPD elnevezésű tüdőbetegség kialakulásához szintén hozzájárulhatnak. A szakemberek azonban a dohányzást és annak füstjét tartják a legnagyobb rizikófaktornak. Kivált egy olyan tüdő elváltozást, amikor a légutak, a kis légutak összeszűkülnek, begyulladnak, és ez okozza ezt a sípoló légzést, fulladást, nagy mennyiségű váladéktermelést, vagy pedig az úgynevezett magyarul tüdőtágulásnak nevezett elváltozást, amikor az apró kis léghólyagocskák összeszakadoznak, és ezáltal a tüdőnek a légzőfelülete az csökken. Dr. Hídvégi Edit hozzátette, a beteg ilyenkor fullad, állandóan köhög, s kialakul a közismert hőrkurut is, amely köpetürítéssel járhat. A kór nem érint minden dohányost, azonban a COPD-vel diagnosztizált emberek mintegy 89%-a jelenleg is cigarettázik. Alapvetően évek, évtizedek kellenek ahhoz, hogy a tünetcsoport, majd a gyógyíthatatlan betegség megjelenjen. Ez a visszafordíthatatlan állapot odafigyeléssel azonban megelőzhető. A testmozgás mindenkinek javasolható, úgyhogy az a jó erőnlétet tudja biztosítani a COPD-seknek, hiszen itt a vázizomzat is elgyengül, hogyha valaki fullad, és nem bír egy bizonyos időt menni, nem is beszélve a futásról. Ezáltal egy passzív életmódba kerül, nem használja a végtagizmait, és teljesen el fog gyengülni. A szakember azt javasolja, a dohányzás elhagyása mellett a légzőizmok erősítése elengedhetetlen, így végezzünk olyan gyakorlatokat, amelyekkel növelhetjük tüdőnk kapacitását, továbbá sportoljunk közepes intenzitással, és tartózkodjunk minél többet a friss levegőn.